Kemények Kemények vagytok mi? Soha gyerekek felét állnak! Hihetetlennek tűnt az egész, hogy ilyen helyzet kialakulhat, és ami egyértelműen látszott az, hogy rengeteg civil ember volt ott, meg rengeteg gárdista. El akarták őket tüntetni a városból, tehát nem akarták egyszerűen az ő látványukat, és a legdurvább eszközöket alkalmazták ehhez. Könygázt, kutyát, minden volt ott a téren, tomfa, és kegyetlenek voltak a végtelenségek, tehát indokolatlanul kegyetlenek. Rendőri agresszió csak a gárdisták ellen irányult, senki nem foglalkozott azzal, hogy a civil dobál, ordítozik, lögdösődik, beleköt a rendőrbe, csak és az volt az egyetlen szempont a rendőrség részéről, hogy azokat a egyenruhába vagy ebbe a formaruhába tüntető, békésen tüntető embereket eltávolítsák a térről, és valamilyen formában ilyen lelki és fizikai terrort alkalmazzanak velük szemben, hogy örök időkre elvegyék a kedvüket attól, hogy ebben a ruházatban ennek a szervezetnek a tagjaként valaha is fel. Hogy az alperes megsértette a felvenesek emberi méltósághoz, személyes szabadsághoz, tisztességes eljáráshoz, gyülekezéshez, véleménynyilvánításhoz, testépséghez és egészséghez fűződő személyiségi jogai, azáltal amit 2009. 7.4. napján Budapesten az Erzsébet téren a felvereseket érintően intézkedéseket fogalmasított. A bíróság kötelezi az alperes, hogy fizesse meg az első, másod, harmad, tized, tizenketted, 13. felvereseknek 15 napon belül 800 000 forintot, a 4-5-5-6-ot, 7-8-at, 9-rendű felvereseknek 600 000 forintot, a 11-rendű felvereseknek pedig 1 millió forintot, és ezen összegek után 2009. 7.4. napjától 2013. 7.31. napjáig járul a később elmegérített naptári fél évet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal egyező mértékű, míg 2013. augusztus első napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemre érintett naptári fél év első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamatot. A bíróság kötelezi az alperest, hogy az általa elkövetett jogsértések miatt magánnevében adjon elégtételt a sajnálkozását kifejezve a felpereseknek 15 napon belül. Több mint 6 évvel a bajtársaság napi tömeges rendőri brutalitás után egy hatalmas eredmény született itt a fővárosi törvényszéken a mai napon. Rendkívül nagy a örömünk, hiszen 13 gárdista ügyét hoztuk a bíróság elé, Borbé Andrea kolléganőmmel együtt, és harcoltuk végig ezt az ügyet, és első fokon egy olyan szenzációs ítélet született, amit csak elismeréssel tudunk fogadni. A lényege az, hogy mint bizonyára emlékezetes, 2009. július 4-én több száz gárdista is hazafigyült össze az Erzsébet téren, hogy tiltakozzon a gárda akkori feloszlatás ellen és a politikai foglyok szabadonbocsátásáért, és az akkori rendőrfőkapitány utasítására különös kegyetlenséggel és brutalitással, könyvgáz alkalmazásával, verésekkel feloszlatták ezt a tüntetést, 216 embert előállítottak, és hát azóta nem történt meg a jóvátétel, annak ellenére egyébként, hogy az Országgyűlés Emberjogi Bizottsága megalapította, hogy ez kirívó jogsértés volt, 2010-ben történt ez. Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa is erre következtetésre jutott, a Független Rendészeti Panasztestület is, a Kúria is ítéletében kimondta, hogy jogellenes volt a feloszlatás, ami történt 2009. július 4-én. És hát itt az következett volna, hogy jóvátételt kellett volna biztosítani az államnak ezeknek a jogsértett hazafiak számára. Miután ezt nem sikerült perenkívül elérni, ezért kényszerültünk arra, hogy a elifelési idő utolsó napján benyújtsuk a keresetüket, nem csak az övékét, hanem 86 másik jogsértett társukét is. És most ebben a 13 gárdistával érintett ügyben, többiekét megelőzően született egy az eredmény, ami röviden úgy foglalható össze, hogy a 13 felperesből 6-an 800 000 forint és kamatai összegben nem vagyoni kártérítést kapták, illetve további 6 felperes esetében 600 000 forint és kamatai kártérítés, és a 11-ed rendű személyében is bántalmazott, eszméletét vesztett és nagyon komoly
lelkísérléseket szenvedett felperesnél 1 millió forintos kártérítést. Tehát úgy lehet összefoglalni, hogy összesen közel 10 millió forint összegű kártérítést ítélt meg a bíróság 13 gárdistának, megállapítva egyébként azt, hogy megsértette a rendőrség emberi méltóságukat, személyes szabadságukat, testépségüket, egészségüket, gyülekezési jogukat, véleménynyilvánítási szabadságukat és a tisztességes eljáráshoz fűződő jogaikat. Engem borzasztó nagy örömmel tölt el ez a döntés, mert én ezeket a fiúkat nem felpereseknek tekintettem az ügyben, hanem bajtársaknak. Én 2009. július 4-én kint voltam akkor az Erzsébet téren, mint tüntető. Én magam is demonstráltam a gárda felosztása ellen, illetőleg a politikai foglyok szabadon bocsájtása mellett. És amikor szétverte a rendőrség gyakorlatilag ezt a tüntetést, akkor is ott voltam, és akkor fogalmazódott meg bennem igazából az, hogy most túl kéne már lépnem azon, hogy egy egyszerű tüntető legyek, hanem mondjuk hasznosítsam a tudásomat, és tényleg a szakmámban is olyan dolognak éljek, ami a szívemhez, meg a lelkemhez közel van. Én ott magán a rendezvényen is, meg azt követően is jártam ezeknek a fiúknak az érdekébe, akik a 13-ból egyébként 10 maga ügyfelem is volt, sőt az egyikük esetében én voltam az, aki mentőt hívott, aki locsolgatta az illetőt. Rengeteg szabálysértési meg büntető eljárás indult a július 4-i ügyben. Rengeteg embert bíróság elé állítottak, rengeteg embert megkurcoltak. Én arra emlékszem, hogy akkoriban körülbelül 5-6 embert képviseltem napi szinten a bíróság előtt ezekben a szabálysértési ügyekben. Így ezek a fiúk, ezek nem, tehát, ahogy mondtam, ezek nekem nem felperesek, meg nem ügyfelek, hanem tényleg bajtársak, vagy éppen jó barátok. Tehát ezokból is borzasztóan egy elégtételt és örömet jelent számomra, hogy ők ilyen címen, vagy ilyen okból már kompenzációt kaptak. Az biztos, hogy a lelküket, meg a rendőrség iránt érzett bizalmukat, azt nehéz reparálni pénzzel, de hát reméljük, hogy ott időben a sebekbe forranak, és kell, ők erőt mutatnak abban is, hogy túllépjenek ezeken a dolgokon. Szóval nagyon örülök, és köszönöm Gaudi Nagy Tamásnak, hogy előre vitte ezt az ügyet, mert én ilyen harcos lelkű vagyok. Tehát én ott azt hiszem, talán nem is léptem volna tovább, hanem megálltam volna ezeknél a szabálysértési ügyeknek, vagy büntető ügyeknek az elintézésénél, de Tamás az nagyon keményen kitartott, és előre vitte ezt a dolgot, és igenis egy olyan kártérítést, vagy egy olyan kompenzációt tudtak kapni, amit megérdemelnek. Miután ez ítélet megszületett, én azt gondolom, hogy a többi ügyben is ez egy erőteljesen iránymutató ítélet kell, hogy legyen. A 86 felpereses ügyben és a többi más ügyekben még messze tűnik a eljárás befejezése, de úgy gondolom, hogy ez az ítélet mindenképpen iránymutatásabb, és a rendőrség számára is. Tehát, hogy most már végképp eljött az ideje annak, hogy ennek mentén, az ítélet mentén rendezzük ezt az ügyet. Mindenesetre a bíróság viszont kezébe vette a döntést, és helyesen rámutatott arra, hogy ami ott történt, az lényegében kirívó jogsértés volt, példátlan jogsértés volt, halmozott jogsértéseket követtek el, és ezek az emberek olyan maradandó lelkisérüléseket szenvedtek, amelynek terheit mai napig hordozzák, és személyes meghallgatásuk során tapasztaltuk kolléganőmmel együtt, hogy mennyire elérzékenyülnek, vagy felzaklatja őket, vagy akár éppen el is sírta magát egyikük. Tehát ilyenben az államnak helyt kell állni azokért a jogsértésekért, amelyeket rendészeti szervei okoznak. Hozzáteszem, évekkel ezelőtt írt, hogy a bajnai kormány jogsértéséről van szó, tehát ezért is érthetetlen, hogy miért kell ezeknek az eljárásoknak folyni. Én külön szeretném helyütt is kiemeltem elköszönni Borbé Andrea kolléganőmnek azt, hogy ő annak idején a helyszínen is ott volt jogvédőként, és helytállt és próbált jogvédelmet adni a jogsértetteknek, illetve utána a ellenük indult szabálysértési eljárásokban szívós védelmet, védői munkát fejtett ki, amelynek nyomán egyáltalán ez az ügy most ide kerülhetett. Úgyhogy ez arra utal, hogy az alapszabály, az alapkövetelmény, amit mi nemzeti jogvédők mindig szem előtt tartunk, az most érvényesül, tehát a jogsértést mindig megfelelő jogkövetkezmény kell, hogy kövesse, és megint el kell mondani immáron sokatszor, hogy a felelősség felelősségre vonása sem várathat magára, tehát valakik ezért nagyon keményen feleljenek, tehát felelniük kell,
és tudjuk is, hogy kik ezek a személyek, Bence József akkori rendőrfőkapitány és társai, tehát itt az igazságtétel mindig két lábon áll, erre figyeljünk, a jobbátétel mellett ott van a felelősségre vonás is. Mindenesetre ezek a gárdisták most bátran vállalták ezt az eljárást, és megkapták az őket megillető jóvátételt, amit örömmel nyugtázhatunk, és azt is, hogy vannak olyan bírók, és ez most már nem kivételes, akik a jogászi esküjükhöz híven tudnak tisztességes, korrekt ítéleteket hozni. Ez történt most is.